Sziasztok, szép napot! Köszöntünk mindenkit innen a Kiskegyet stúdiójából. Én Kovács Violetta vagyok, a lapújságírója. A mai vendégeim pedig példát mutatnak abból, hogy igenis sztárok között is lehet hosszú évtizedekig tartó mintaházasság. Köszönöm szépen Zsadon Andreának és Szolnoki Tibornak, hogy elfogadták a meghívásunkat. Boldogan jöttünk. Kezedet csokolom. Köszönjük. Egyáltalán elmeséltek, hogy hogyan indult ez a kapcsolat? Hogyan indult ez a kapcsolat? Úgy, hogy tulajdonképpen egyikünk se kereste a másikat. Azt szoktuk mondani, tehát, hogy olyan volt Andrikának a helyzete a szakmával, a pályával, életével. Nekem is olyan volt, hogy tettük a dolgunkat. Andrika azelőtt az Operettszínházban már bécsi Volksopernek állandó vendége volt, sok dolga volt. Én akkor a Rockszínházat cseréltem föl az újonnan az Operettszínházi meghívásra, és a Marica grófnő produkcióba, amit éppen 100 évvel ezelőtt írt a Kálmán Imre, és most volt belőle ünnepi előadás, abban kaptunk közösen szerepet, Andrika a Lizácska, én a Zsupán a táncos komikus, az olvasópróbán bemutatkoztam Andrikának, váltottunk pár szót, és onnantól villámcsapás, egymásba szerettünk is. Nem szerettünk egymásba. De. Letagadja? Nem, de ez úgy volt, hogy én egy kicsit tartózkodtam a kapcsolatépítéstől akkor, éppen pont, mert azt mondtam, hogy nekem csalódott a férfiakban. Tényleg nem voltam olyan állapotban, hogy akkor nekem most kell valamilyen ilyen-olyan-amolyan kapcsolat, és azt mondtam, hogy dolgom van, itt van dolgom, ott van dolgom, édesanyámék vannak, lakásom van, kiskutyám van, szakmám van, mindenem van, fölösleges, nem akarom. És Tibor úgy tudott udvarolni azóta is, meg úgy tudott akkor udvarolni, hogy egyszer csak ez szertefoszlott ez az elhatározás. És akkor igen, mire vége volt a próba időszaknak, addigra összeköltöztünk. Ez gyorsan ment. Igen. Nem volt mit fontolgatni. Mert mind a ketten olyan helyzetben voltunk, hogy nem kellett sokat a dolgon problémázni, és én a magam részéről én úgy éreztem, hogy én megtaláltam a másik felemet. Ugye az ember azt mondja, hogy a feleségem, mondjuk ilyet az ember, én a társam, a szeretőm, apám, szerelmem, mindenem, támaszom, hihetetlen volt. Pedig ti nem csináltatok titkot abból, hogy Andi 10 évvel idősebb vagy, mint a Tibi. Majdnem. Ez nem tartott vissza? Erről is van egy történetünk. Ez nagyon érdekes egyébként, azt hiszem, hogy a génjeim ilyenek, vagy a külsőm, vagy a gondolkozásom, vagy egyáltalán. Senki nem hitte el rólam, hogy ennyi idős vagyok. Az igazság, hogy én a mai napig sem hiszem, amikor belenézek az irataimba, és nem is nagyon volt szó közöttünk korról, egyáltalán semmi ilyen nem merült fel, amikor is egyszer nálunk családi hagyomány volt az, hogy vért adjunk, hogyha bármi szembe jön, akkor adjunk vért. Uh-huh. Édesapám orvos volt, és neki elkötelezett gondolatai voltak a véradásról, és engem is ránevelt. Egyszer ketten Tiborral fent sétáltunk a várban, és a vár egyik kapujára ki volt írva, hogy azonnali véradás. És akkor bementünk, és az volt az a pillanat, amikor ugye az embernek a személyét, akkor még személyigazolványunk volt, akkor mondta nekem, hogy akkor add ide a személyidet. És ez volt az a pillanat, amikor kiderült, és aztán te folytasd, mert... De hát ez oktondiság, mert az embernek eszébe nem jutott. Egyfelől Andrikának csodálatos bőre, csodálatos szeme, senki nem gyönyörű hiszi el. Gyönyörű volt, igen. Igen, most is. De nem téma, nem lehet észrevenni, nem az, és az ember így él. Az egy más kérdés, hogy Ausztriában például, ahol sokat dolgoztunk, ott nem kérdezik meg a művészeknek, a színésznőnek az életkorát. Annyi vagy, amennyit a színpadon mutatsz, és amennyit játszol. És ez nem kerül szóba. De főleg abban az időben ez a közvélemény szemébe egy nagyon furcsa momentum volt, egy hogy egy nő... Éreztük.
És senki nem tett megjegyzést? Senki. Soha senki. Most, hogy házasság hete alkalmából adtunk riportokat, más kapcsán előkerestem régi képeket. Nem az ismerkedésünknek a képeit, hanem onnantól folyamatosan kezünkbe kerültek. Hát olyan édesek voltunk, vagyunk az előző években is, eszünk ágában nem jutott, és ezzel nem látszott soha, és nem is foglalkoztunk. Azon kívül az életünk is olyan volt, hogy én a Tiborra férfiként nézek, gondolok, úgy hiszem, hogy ő az én támaszom, és én rábízom az életünknek a férfi részét. És ő ezt fantasztikusan tudja, és fantasztikusan viszi, megóva engem mindenféle testi, szellemi és lelki gyötrelmektől, amennyire ez tőle függ, és én ezért rendkívül hálás vagyok. Tehát köztünk ez a típusú korkülönbség, ez még csak gondolkozásban sem merült fel. Tehát nem én vagyok az, aki azt mondom, hogy akkor most erre kell menni, és akkor az úgy van jól, hanem azt mondjuk mi ketten egymásnak, hogy találjuk ki, merre van az út. És ez nagyon édes dolog, mert hogyha egy programváltozás hirtelen ötlete felötlik bennünk is. Kitaláltuk egy héttel ezelőtt, hogy ide megyünk ekkor, hazamegyünk, és akkor Andrika azt mondja, hogy Tipcsike, nem lehetne? És én azt mondom, hogy igen. És akkor föl szoktunk röhögni, hogy és már megint ezen feszekedni, hogy 4 másodperc alatt ugyanazt gondolva azt tudjuk, el tudjuk dönteni, hogy nem így, majd úgy. Közösen ugyanazt gondolva. Nem kell, ezen nem kell, nem kell meggyőzni a másikat, hogy azért lenne tudod jobb, vagy nem gondoltál arra. Igen? Jó, nagyszerű, akkor úgy csináljuk. Hát mind a ketten az operett világából érkeztetek, ami ugye egy rózsaszín habos álomvilág. Úgy hallom, úgy érzékelem, hogy ebből sikerült a magánéletbe is átvinnetek? Csak egy kicsi helyreigazítás, hogy nem mind a ketten az operett világából érkeztünk, mert Tibor kemény rocker volt, én meg az opera elkötelezettje voltam, de hát ez mondjuk egy mellékvágány, de az operett az se nem rózsaszín, se nem habos, se nem könnyű. Uha. Az operettnek, ha igazán jól és igaziból akarjuk játszani, akkor mi legalábbis úgy gondolom, hogy az egész életünkben utána kutattunk azoknak a szereplőknek, vagy azoknak a történeteknek, amiket játszunk az Operettszínházban. A Vígözvegynek, a Csárdás királynőnek, a Mosolyországának, ennek mind, amikor írták, aki írta, és amit írt zeneileg és szövegkönyvileg, annak mind történelmi hagyománya van. És ezek a történelmi pillanatok, ezek nehéz pillanatok voltak, az egy más kérdés, hogy miután vannak benne vicces emberek, azok a vicces emberek se azért viccesek, mert ők hülyék, hanem azért vicces mondjuk a Bóni gróf a Csárdás királynőben, mert olyan helyzetekbe keveredik, amiből csak úgy lehet kimenekülni, hogyha butáskodik. Pontosan kortörténetet játszunk, abnak az időnek, annak a viselkedésnek megfelelően, ezek többnyire a Kauntka időszakába íródott művek. Egyébként azért alapítottunk immárom 31 évvel ezelőtt egy saját színházi együttest, az Operettvilág együttest, mert abban az időszakban úgy játszották az operettet, és olyan operettes SCH-val volt, meg rózsaszín, meg bugyuta habos. Volt, meg habos, meg bugyuta, hogy azt mondtuk, hogy nem ez. Ezt mi nem akarjuk, mi embereket, húsvér embereket, szituációkat szeretnénk megteremteni, úgyhogy ez számunkra a színházi megvalósítása. Azon kívül pedig azért a mindennapi élet és egy színház együttes, egy magánszínház együttesnek az anyagi felelőssége, az azzal való munka azért az nem rózsaszín. Az se rózsaszín, és az se habos. De a saját magánéletünkben sem tudom azt mondani, hogy rózsaszín és habos, mert azért én néha ordítok, akkor Tibor megkérdezi, hogy de miért velem kiabálsz, és akkor azt szoktam mondani, hogy azért, mert te vagy itt. Tehát nem vele, hanem a helyzettel és a megoldásra. És a szituáció valami nem közöttünk rossz, hanem körülöttünk olyan, amilyen, és akkor az feljebb viszi a hangomat, mint a normális. De egyébként
az, hogy mi nem veszekszünk, vagy hogy mi nem... Ne, ez a, nem kell a másikat győzködni, nem kell... De nem tudom, magától értetődik. Most már lassanként 40 éve vagyunk. Reggel 0-24-ben, tényleg őrület. Egy színház, egy autó, egy fellépés. Egy ágy. Egy ágy. Pont azt akartam egyébként kérdezni tőletek, hogy lehet ez bírni, hogy a napból, a 24 órából 24-et együtt töltötök? Isteni. Sok házas pár tanulhatnak tőletek, úgy gondolom. Na, hamar vágtam rá a választ, hát ez így. Nem, így van, de így azért van. Neked igazad van tökéletesen, hogy lehet ezt bírni. Azt hiszem, hogy ahhoz is intelligencia kell, vagy szemérmesség, hogy az ember azt tudja mondani a másiknak, hogy most akkor elmegyek a kertbe virágot ültetni. És akkor az az én időm, akkor az én... De ez is olyan érdekes, hogy beszéltünk arról, hogy a kertben, ami egy nagyon nehéz kert, mert hegyoldalban van, és borzasztó nehéz szépet csinálni belőle, mert a lábad tönkre megy, a derekad sajog, a vállad nem bírja, szóval borzasztó. Uh-huh. De azért valahogy megoldjuk, és mindig szép kis virágok vannak mindenhol, és Tibor tudja, hogy én ezt szeretném csinálni. Uh-huh. Mit csinált? Vett egy csomó szép primulát, amiről tudja, hogy imádom. Aztán lehordta a lakás bejárati ajtajához, mert a lakás ajtón túl van a kert, azokat az üres földelteli edényeket, amikbe szokott a virág lenni. Aztán rám bízza például, ezt nem is tudtam, hogy mikor csinálja. Nem is vettem észre. Egyszer csak ott volt minden. És aztán rám bízza, hogy egyszer biztosan be fogod ültetni azt a gyönyörű sok primulát abba a 4-5-6-8-10 edénybe, amit oda hordott. Aztán ma reggelre elhordta ezeket a beültetett edényeket. Mert Andrika, miután ezt ő tudja nagyon nőlétére, különleges nőlétére, ő elhelyezi cserepestől, elhelyezte, én pedig majd lehajolok az ásóval a kezemmel, és majd én beásom, tehát annak is a munka részét, de ő a díszíti, ő tudja ezt a díszítést. Előző kérdésed, hogy naponta szerintem 3.486-szor hívjuk föl egymást telefonon. Mindenféle aprósággal ügyben. És az ember, jövök le, ez a jövök le, ez a hegyoldal, ami 72 lépcső. És ez is a másiknak a tisztelet és a diszkréció, hogy nem nyitom rá az ajtót, nem lepem meg, nem hozom váratlan helyzetbe. Andrika, 5 perc múlva otthon leszek. Beértél a színházba? Beértem, parkoltam, minden rendben van. Főleg, hogyha a külföldre utaztam, amikor később egyedüli szerződéseim voltak, és nem együtt. Megérkeztél? Igen. Minden pillanatot az ember a másiknak elmond és őriz, és akkor kézben, és akkor béke bizalom. Van, akkor bizalom, béke van. Pedig hallottam, hogy állítólag téged egy piros Porsche-val akartak elcsábítani. Igen, ez egy közös ismerősünknek volt az ötlete, amikor éppen Tibor nem volt ott, de én nem szeretem a piros Porsche-t. Én azt az autót... Hála jó Istennek! Én azt az autót szeretem, ami a Tibor kezébe van. De viszont volt ugyanolyan vicces történet, amikor Andrika sokat utazott, külföldi koncertjei voltak, és volt egy nagyon kedves Ádelige barátunk, aki egy alkalommal azt mondta, hogy hát Andrika szegény most már nem... Svájcban volt énekelt, hát most fog várni a reptéren, kiugrom érte, és ennek a barátunknak egy hatalmas 500-as Mercedes-e volt. És a barátunk kiugrott Svájcba az én édesdrága feleségemért. De más dolga is volt, nem miattam, nem csak miattam. Mindegy. Kérném szépen, megjöttetek, rendben van, jó. Akkor ezek szerint egyikőtök sem féltékeny típus. De Andrika, igen. De. Olyan édes, ezen szoktam rötyögni, igen, ez egy mesélj. Jó. Én nem szeretem, hogyha ha nem tudok a dologról. Ha tudom, akkor nincsen semmi baj. A Szegeden, Miss Saigon próba folyamat. Szabadtéri. A premier időszak. Gyönyörűen sütött a nap, isteni idő volt. Tele volt gyönyörű, szép, táncos kislányokkal a produkció, tudtam, hogy Tibor zseniális, tényleg zseniális volt a darab, a fantasztikus volt, az reveláció volt Magyarországon, ahogy ő az ingenieurt
csinálta a Miss Saigonba. Megköszönöm. Hát így volt, hát olyanokat csináltat, mindenki ismeri a Margit, a Szegedi Szabadtéri, Domtéri nagy színpadot. És az volt az egyik truváj, de ez csak egy technikai része volt, az összes lelki része, azt nem tudom itt felsorolni. De azt megcsinálta, hogy az egyik szóló éneke kezdete előtt, nem tudom, mit csinált, de térden, féltérden így becsúszott a közepére a színpadnak, és akkor ott kezdett el énekelni. Szóval megdöbbentő dolgokat próbált ki, megcsináltam. És ehhez, hogy ő így fel legyen készülve testileg, szellemileg, mindenféleképpen ott rengeteget próbáltak, és a táncosoktól sok mindent kérdezett, hogy akkor hogy mint van. És akkor innentől meséld el. És ilyenkor, hogyha Andrikának volt dolga, szerződése, próba folyamata, akkor a diszkréten hátra vonultunk, nem voltunk ott. Tegye a dolgát, próbáljon, akkor azzal foglalkozik, és mindig a főpróba időszak környékén szoktuk egymást meglátogatni, én őt, ő engem, hogyha éppen kipróbál a színpadon, mert akkor az megnyugtató, a másik megkérdezi, hogy mit szólsz, rendben van, segíts, jól csinálom, mit mondanál, addig az időszakig az ember békében van. És mielőtt Andrika lejött volna a főpróba időszakra, ugye rendszeresen telefonálunk egymásnak, és egy alkalommal a próba után nekem a táncos kicsányok azt mondták, hogy művész úr, bezárt minden, és szeretnénk vacsorázni, most mit csináljunk? És azt mondtam, hogy jöjjenek kicsányok, elviszem magukat. És elmentünk vacsorázni, és lemerült a telefonomnak az akkumulátora, és Andrika nem tudott engem hívni, és én se tudtam őt hívni, hogy akkor jövök, semmi baj nincsen, már véget ért a próba, de ne aggódj, mert itt és itt vagyok, viszem a táncos lányokat, vagy éppen velük vacsorázok. Erről Andrika szegényként nem tudott, lényeg, hogy néma csönd volt körülbelül hajnalig, és hajnalba, amikor visszaértem a szállodai szobába, akkor hívtam Andrikát, hogy jaj, ne haragudj, most jutottam az akkumulátor töltőhez, és akkor itthon vagyok, minden rendben van. Néma csönd, és azt mondta, hosszú hallgatás után, reggel jövök. Kész. Innen mondja maga tovább. És akkor reggel még... Ez az az időszak volt, amikor még olyan volt a telefon, hogy egy ilyen ekkora akkumulátor, egy hatalmas akkumulátornak a tetején volt az igazi kagyló, és akkor azt kellett töltögetni az áramból, meg azzal kellett telefonálni. És azt hiszem, hogy nekem nem is volt ilyen, nem csak Tibornak, és akkor nekem meg kellett állnom, hogyha telefonálni akartam valami telefonfülkénél, vagy nem tudom, na mindegy, valahogy oda parancsoltam a szegedi egyik, nem tudom, áforkúthoz, amikor is meg ugye várt, hát virágcsokorral természetesen, és az én férjem napsütötte, mint egy olasz filmsztár, fekete sejem nadrág, a virágcsakor a kezében le volt sülve, hú, mondom, azt a mindenségét, de hát aztán olyan édes volt, és mert udvarolni reggeltől estig tud udvarolni, úgyhogy nem volt aztán semmi baj. Rötyögtünk rajta. Szerencséd van, hogy ilyen romantikus férjed van. Igen. Mert enélkül 40 évet kibírni azért nem lehet egyszerű, azért nagyobb tányércsörgés nélkül. Azért jó színész, vagy azért hiteles a színpadon, és azért szeretik nagyon, és azért tud minden olyan dolgot megoldani, amitől másnak sok nehézsége van, mert hagyja az érzelmeit a szívéig eljutni. Van most egy új produkciónk, ezt Posgai Zsolt drámaíró írt, ez a Jávor Pál életéről szól, Jávor hajnalai, ami Jávor Pálnak azt az időszakát mutatja meg a nézőknek, amit nem ismerünk, amikor hazajön Amerikából betegen. És a darab során Andrika természetesen a feleséget játsza, Olgát, az életüket elevenítik föl, a keserű pillanatokat, a nehéz pillanatokat, és az egymásra találást, szívszorongató, szívszorító a produkció, és a saját életünket tesszük bele, és ezt a néző is
Érzi. Érzi, hát olyan tudja, csöndek látja. vannak, olyan csöndek, olyan zsebkendő keresgélések, és ez jó, mert az ember tárcán tudja adni, föl tudja kínálni azt a közel 40 évét, amit a másikkal töltött. Az sem titok, hogy egyik őtöknek sem ez volt az első házassága. Mennyit tudtatok profitálni egy előző házasságból ahhoz, hogy ez a második ilyen hibátlanul működjön? Hát én csak a saját életemből tudom azt mondani, hogy az ember a saját megélt helyzeteimet, meg a szüleim házasságát is például, azt mondtam, hogy így nem. Akkor hogy? Uh-huh. Akkor ezeket a hibákat kijavítva. Tehát nincs ebbe akkora nagy történet. Imádni kell, szeretni kell a másikat, el kell hinni, hogy jót akar. Meg kell próbálni azt, hogy én is jó legyek. Tehát, hogy jó, akarjak jó lenni, hogy jót tegyek. Tehát az egész élet arról szól, hogyha jó vagy az emberekkel körülötted, akkor többnyire visszakapod a jót. Hát ez olyan, mint a társaddal. Hogyha jó vagy a társaddal, akkor ő többnyire jó lesz hozzád. Hitelesség, őszinteség, bizalom. Igen, az... a másiknak a becsülése, komolyan vétele, fontosnak tartása, és a becsülése, hogy nem lehet azért, mert az évek elmúltak, attól az ember azt mondja, hogy jaj, ezen mi már túl vagyunk, ez nem. Nem, minden pillanat, minden fontos, minden apróságon nem szabad, hogy megbántódjon, hogyha olyan helyzet van, azt puhítani kell, azt meg kell békíteni. Nem lett durva pokrocként azért, mert az ember már ismeri a másikat elmenni helyzetek, szituációk, bármik mellett. Nagyon nagy kár tényleg, hogy nem lehetett közös gyermeketek, mert azt hiszem lett volna mit tovább vinni a szüleitől. Az örökbefogadással is próbálkoztatok. Évekig, ha jól emlékszem, igen. Éveken át kerestétek a megfelelő kisgyereket. Igen, de a elmúlt és a szomorúság azért múlt el, hatán nem is teljesen, mert azért időnként az ember csak belegondol ebbe a dologba, de az idővel aztán úgy alakult, hogy a Covid alatt kitaláltam, hogy az lehetetlen, hogy nem csinálunk semmit, hogy nincs úgy színház, ahogy kellene. És akkor még volt egy nagyon szép házat béreltünk Óbudán, nagyon sok pénzért és nagyon sok munka árán tudtuk csak ezt fenntartani, ahol próbatermek és díszletraktár és ruharaktár és ruhavaroda és minden csoda ott volt, és az ott állt üresen, és akkor azt mondtam, hogy csináljunk gyerektábort. Művészeti tábort, ahol a gyerekeknek minden szépet, jót mutatunk. És ezek a gyerekek, akik oda jöttek, 5 évestől 12, 13, 14 évesig, mindenki azt mondta, hogy ez őrületes nagy időt. Hmm. Tehát 5 évest összeereszteni egy 12 évessel, hogy lesz ez? És a gyerekek imádják egymást, nagyon szeretik, a nagyok szeretik a kicsiket, a kicsik szeretik a nagyokat, segítenek egymásnak, és azóta is nagy örömmel csináljuk ezeket a táborokat. Most már azóta sajnos nincs meg a ház, mert nem tudtunk annyi pénzt összeszedni havonta, amennyivel ezt ki lehetett volna váltani. De a gyerekek azok megvannak, és nagyon édesek, mert rengeteg szeretetet, rengeteg örömet, boldogságot kapunk tőlük. Azt szoktuk mondani, hogy ez, bár azt mondjuk, hogy művészeti tábor, persze tanítjuk őket énekelni, táncolni, koreográfiát, gyerekjógát, mindent, amit el lehet képzelni, ami szép és jó, az alatt az egy hét alatt, de nem muszáj ezekből a gyerekekből, hogy művész legyen jó villamosmérnök, legyen jó, nem tudom én, ápolónő, jó orvos, de legyen egy olyan gyerekkori élménye, ami boldogságot jelent, ami
önkiteljesedést, ez annyi olyan kisgyerekkel találkozunk, aki befelé fordulós, és mindenféle baj van körülötte, és attól, hogy megtanul szavalni, megtanul ilyen típusú gyerekközösségben lenni, amit mi tudunk nyújtani, az biztosan egy egész életre szól, úgyhogy a gyerekek azok ott vannak az életünkben. Úgyhogy ott vannak az életünkben. Hiánypótlás ez a... Nem hiánypótlás, ez már... Egy részünk, ez velünk van. Így van. Még ha visszakérdezhetek, az örökbefogadása végén miért hiúsult meg nálatok? Hát, mert nem volt olyan, remélem, hogy azóta már egy csomó minden változott. Nagyon körülményes volt ahhoz. Pont erre akartam kilukadni. Tehát olyan törvényi kötelezettségek voltak, amik amiket nem volt össze... betartottunk. Mi megtartottunk, és meg is feleltünk belőle, de azt a akkori pályahelyzetünkkel nem lehetett vállalni. Összeegyeztetni. És amikor másodjára megpróbáltuk, akkor pedig mi mondtuk magunknak, hogy azt hiszem ez a hajó elment, ezen mi már túl vagyunk. Nem lehet a gyereket olyan helyzetbe hozni, hogy akkor később ebből arra gondoltok, hogy egy kisgyereket örökbe is fogadtatok, Andi nagyon készült erre. Igen. Emlékszem, mesélted, igen, hogy babamasszást tanulsz meg. Meg a amerikai kiságy, meg gyógy, nem és tudom. És akkor mégis miért? Mert hazavittétek a kisfiút. Hazavittük a kisfiút, igen, egy gyönyörű kisfiút. Akkor az intézmény, én bátran elmondom, rosszul reagált a mi élethelyzetünkre, nem volt megértő. Mármint a munkahelyetek? Az intézmény, aki a gyermeket odaadta volna. A gyámügy. A gyámügy akkor rosszul reagált, amit meghűsította ezt a szándékunkat, és a második alkalommal voltunk, amikor mi mondtuk azt, hogy még időben vagyunk, hogy a gyermeket nem érte sérülés, de ezt nekünk nem fog menni. Belekötöttek abba, hogy ti rendszeresen felléptek, igen, esti, éjszakai, igen, életet éltek? És hiába mondtuk azt, hogy nem élünk éjszakai életet, uh-huh, meg az összes szín, akinek sikerült saját kisbabát világra hozni, azok a kisbabák nagyon jól felnőttek az öltöző csendjébe. És akkor, az is bocsáss meg, igen, szívem, az is hozzátartozik, hogy Andrikának akkor már sem édesanyja, sem édesapja nem volt. Az én szüleim idősek voltak, tehát mi ketten voltunk, és nagyon nagy örömmel halljuk, és nagyon nagy szerencse gyermeket vállaló házaspárnak, civil házaspárnak is, hogyha van egy nagymama és van egy nagypapa. Nekünk illetve pedig, két nagymama, ha két nagymama, két nagypapa, akkor pláne megosztható a dolog. És nekünk nem volt olyan, nem volt nagymamánk és nagypapánk. Igen, állandóan az volt az én nagyon komoly gondolatom, hogy akkor ott van ez a kisgyerek, én is arra várok, hogy ő ott legyen, a gyerek is arra vár, hogy mi ott legyünk, és nem tudunk ott lenni. Akkor kinek adom oda, akkor melyik nőrsznek? Ki fogja felnevelni? Magunk helyett akkor alkalmazok egy nőrszt? Értem. Úgyhogy ez akkor egy nagyon nehéz helyzet. A gyermeknek az nem, ő sem akarhatja, és én sem akarhatom neki. Tudtok erről a kisfiúról esetleg valamit sem? Nem. Én őrzök egy csomó képet róla, és az ott van a fiókomban. Nem nagyon szoktam elővenni, mert szomorú leszek tőle, de az nagyon, nagyon édes volt, hogy tényleg az egész életünket úgy rendeztük be a balatoni házunkba azóta, amit édesanyámiktől örököltünk, a nappaliba egy nagy heverő volt, amit kinyitottunk, és az volt a játszótér, és mindenki gyerek is fehér kis rugdalózóban volt, mi is fehér, nem tudom micsodákban, köpenyekben voltunk, és őrületes vidámság és boldogság, és kis tologattuk a Bonyarcvashegyen a kiskocsit, szóval a kutyák imádták, van egy olyan képünk, hogy a három, vagy négy, vagy nem tudom éppen akkor hány kutya volt, kis fehér törpeuszkár kutyánk, az ugyanúgy fekszik, mint a gyerek feküdt. Szóval jó pofa dolgok voltak, aranyosak voltak, de hát akkor, amikor be kell menned a színház, mondjuk 10-kor kezdődik egy reggeli próba abban az időben, mert természetesen azóta már nem próbálunk annyit, meg azóta nem játszunk annyit, de az a korszak, az arról szólt, hogy reggeltől estig valóban a színházba voltunk. Ha van egy saját gyerekem,
akkor a saját felelősségemre azt a gyereket, azt beviszem az öltözőbe, beviszem a nem tudom hova, majd dajkálja addig az öltöztetőnő, vagy a kolléganőm, amíg én nem tudom. De reggel 10-re bent kell lenni, addigra tudnod kell, hogy mit kell beszélni a színpadon, tudnod kell, hogy mit kell táncolnod a színpadon, skáláznod kell előtte, ami azt jelenti, hogy nem 10-re vagy ott, hanem 8-ra. Hogy te 8-ra bent legyél a színházba, ahhoz 5 órakor fel kell kelni, hogy hangodnál legyél. Nem biztos, hogy akkor rögtön tudsz reggelizni, valamit enni a kávén meg a teján kívül, de akkor még egy kicsit még valamit, nem tudom én, futni is kell, meg hogy magadhoz térj. Akkor megcsinálod a dolgodat, akkor 2-kor kijössz, nem is biztos, hogy 2, mert akkor az 2 óra 10 perc, mire mindenkit elengednek, elmondják, hogy mit hibáztál, mi volt jó, akkor fel kell menni a varodába, hogy ruhát csináljanak rád. Akkor a 3 óra, mire kijössz az operett színházból, vagy éppen abból a színházból, ahol dolgozol. És ha este játszol, már pedig abban az időben egyfolytában játszottunk. Hál' Istennek, igen. Akkor az azt jelenti, hogy 6 órakor már... Újra ott vagy. Már újra ott vagy. És 11-kor vagy otthon. Értem. Úgyhogy azért most se unatkoztok, mert nem volt túl egyszerű leegyeztetni ezt az időpontot erre a beszélgetésre. Ha jól emlékszem, a héten mentek is újra külföldi fellépésre. Nem fellépésre megyünk. Tárgyalunk egy elkövetkezendő vendégjátéknak az előkészületeit, tárgyaljuk meg. Beszorítottuk az operett színházi elfoglaltságaink, én a Madách Színházban több musicalben játszom, nagy örömömre. Sopronban sokat vagyunk, ott is dolgozunk. Pörög az élet nagyon hálás. Igen, és most van egy nagyon, nagyon izgalmas olyan szcenírozott koncertszínházi projektünk, amin most dolgozunk, amiben rengeteg gyerek van. Elárulhatom a... Nem. Nem. Rövid nem. Volt és tömör. Igen. Ez a mai korunkra reflektáló, csak Úristen, csak baj ne történjen. És hogy a gyerekekkel baj ne történjen. Ez az üzenet, ez a szándéka, hogy akkor a gyerekeknek hogy lett ezt a mostani nehéz világot. Megmagyarázni, színpadra tenni, szép lesz. Meddig szeretnétek még csinálni a pályátokat? Nagyon sok kortársunk már kiszállt a show bizniszből. Kortól függetlenül. Hát azt az ember már régóta tudomásul vette, hogy akkor nem én vagyok már a táncos komikus, hanem a rezonőr szerepeket játszom, amelyek nagyon jól esnek. Nem is csalódott eddig a közönség abban a rezonőrkörben, amit én átvettem és játszottam. Andrikának nehezebb a helyzete, mert... De én is tudom, hogy én sem vagyok 18 éves ropogós, de ezzel is az ember... Ropogós tetszik lenni, csak nem 18 éves. De az édes az én életemben, hogy amikor egy picit elkeseredem meg, vagy elszontyolodom ezen, akkor Tibor mindig megtámogat, és nagyon örülök ennek a segítségnek, lelki segítségnyújtásnak. De hát ezzel is számolni kell, és hogyha a színházban nincs olyan szerep, amit rám bíznának, akkor keresünk saját magunknak olyat, amiben az örömünket vagy a kedvünket eljük. És hát az a színházi együttesnek a munkája, az Andrea gondos szemét, gondolatait ugyanúgy igényli, tehát ez nekünk örök feladatot fogadni, 100 éves korunkban is, hogy akkor az ember elmondja, tanácsot adjon a fiatalnak, a pályakezdőnek, hogy akkor azt úgy jobb meg, akkor azt tanácsolom meg. Szóval azt, a kérdésre, hogy meddig akarjuk, hát ameddig bírjuk. Ehhez kívánok nektek jó egészséget, további nagyon-nagyon sok sikert. Köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Nektek köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ne felejtsetek el feliratkozni a Kiskegyed és a TikTok, a YouTube és a TikTok adásainkra. Kövessétek továbbra a kiskegyed.hu-t, és olvassátok a magazint. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Sziasztok!